Hát egy gyerekkoromban Kármelitáknál nevelkedtem, amióta az eszemet tudom. Még a Maglódi úti kármeritáknál voltunk, és utána kerültem le Gyömörére. Gondolom a háború kezdete kor. Gyömörén is volt egy rendházuk, nagy gazdasággal mindennel, és itt voltak körülbelül 80 gyerek körül. Itt is volt óvoda, de én nem már iskolába, innen jártunk már iskolába. Egyébként én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó iskola volt, de azt felnőtt koromba fogtam fel igazán, amikor jött az adventi ünnep, és az adventi előkészületek. És hogy hogy mélyedjünk el az adventi ünnepekben, mondják most, és próbáljunk meg elcsendesedni és felkészülni lélekben. Hát nekünk ugye nem mondta senki se. De egy dolog, amit soha nem tudok kitörölni az életemből, az a adventi felkészülés, anélkül, hogy felkészül, felkészülés szót kiejtették volna, de vártuk a Jézuskát, a Jézuska eljövetelét. És akkor így felnőtt koromban, amikor eszembe jutott, úgy elgondolkoztam ezen a dolgon, hogy micsoda kifinomult nevelés. Hogy hogy irányították az emberek, a gyerekeket a jó cselekedetek felé vagy egy egymás elfogadása felé. Szóval annyira, annyira remekül és kifinomultan nevelték az embert. Nagymamám még vittek haza, és én akkor ismertem meg anyámat. Én addig mindig azt hittem, hogy az én anyám meghalt. Engem a nagymama látogatott, meg a keresztanyám, anyám nővére. És és akkor nyáron, amikor haza kerültünk, akkor kerültem anyámhoz. De azt mindig éreztem, hogy akkor ismertem meg egy hugomat, és én mindig éreztem, hogy ő engem nem szeret. És akkor, ha mentünk valahova, az ülői úton, emlékszem rá villamossal, és akkor mindig mondta, hogy befogadni ide a menhelybe. És akkor a nagymamáékként a csarnokba dínyeszezon volt, és rengeteg dénye volt, és anyám lent segített a nagymamáéknak. És akkor ott ebédeltünk, meg ott vacsoráztunk, és akkor este e, hazahoztunk egy nagy dényét. És akkor, ahogy jöttünk, mentünk volna a villamosra, ott volt a tátramozi, Erzsébeten a téren. Tátra a mozi, meg még egy mozi a Kossuth-Lajos utca másik felén, és akkor hogy mindig néztük a izét, hogy mi megy a moziba. Soha nem voltam akkor még moziba. És akkor mondom a húgomnak, mondom, hogy ha eladjuk a izét, a dinnyét, jó volna bemenni a moziba. Hogy milyen lehet az? Na hát, megcsináltuk. Bementünk a moziba, és akkor mondtam, hogy meg nem mond anyánknak. Másnap jött haza anyám vasárnapra főzni, és akkor odáll a húga elé. Nem mondom el meg, hogy az Irmussal moziba voltunk, mert Irma volt a első nevem. Na és akkor kitört a balhé, anyám úgy elvert, de úgy elvert, hogy életemben még úgy nem kaptam ki Vizes vizeskötélel. És akkor másnap lementünk a nagymamához, és ugye nem mehettem ki a piacra, mert ott voltak a hurkák rajtam. Erről még nem beszéltem soha. Nem. És az árdába volt egy barátnőm, a hely mági és otthon vagyok a nagymamáéknál, az udvarba játszok, és akkor jön az Ági, meg az anyukája. És nagyon örültem neki, mintha jó Isten küldte volna őket. És akkor meglátták rajtam a hurkákat, és, és akkor elmondtam, hogy tulajdonképpen mi volt. És kimentek a nagyanyámhoz a izé, a csarnokba fel volt a káborod, vagy hogy lehet egy gyereket így megverni. És akkor elvittek magukkal. Kénytelen volt anyám odaadni, és náluk voltam több mint egy hónapig. Egész nyáron. Ez a Városmajorban, Garas utca 6 laktak, soha nem felejtem el. Ő özvegyasszony volt. Öten voltak testvérek. Bosónő volt. És már csak az Ági volt otthon. És örökbe akart venni, hogy az Ágival felnevelkedek. Aztán nyár végén, ugye mondta anyámnak, anyám nem adott. Én meg nem akartam anyámnál maradni. Fogtam magam, megszöktem és bementem a menhelybe. És beadtam magam állami gondozásba. Ilyen egyszerű. És akkor állami gondozott lettem. Aztán utána kezdődött az iskola év, és elvitte ki Kervárra. És ott jártam a hetediket, nyolcadikat. Nyolcadik után én jelentkeztem képzőművészeti gimibe. És kellett küldeni három anyagot be, szabadon választott és kötelezőt. És a tanárai mind azt mondták, hogy nem létezik, hogy nem vesznek fel. Nem vettek fel. Ma már tudom, hogy mert akkor ugyan arra hivatkoztak, hogy helyhiány miatt. De általában, akit nem akartak fölvenni, Más miatt, mondjuk klerikális neveltetés miatt, akkor nem, írt, nem írhatták oda azt, hogy klerikális neveltetés miatt, hanem helyhiány miatt. Nagyon nehezen tudtam feldolgozni, és akkor végül bevágtak Sárvárra egy reál gimnáziumba. Aztán második után ott hagytam a gimnáziumot, és akkor elvittek Szolnokra a Szolnoki Gyermek és Ifjúságvédő Intézetnek. És a dilimad nagyon rendes volt, a Patkos Gyula. Úgyhogy elhelyezett Kunhegyesre, a Kunhegyesi Járási Tanácshoz, és ott voltam gépíró a begyűjtési osztályon. Igen, ám csak, csak az az osztály meg pont nem nekem való volt, mert a begyűjtések, szóval ez, ez, egy, ez egy... Nem bírtam ki tovább egy évnél. Volt egy nagy árvíz 54-ben. És az árvíz mindent elvitt. És hogy előttem van az ember, aki, aki bejön az irodába, és ugye a kalapja kezébe, és ott gyűrögeti a kalapja szélét. És hogy elvitt az árvíz mindent. És nem engedték el, meg kellett venni a piacon. Szóval ezek, ezek, ezeket nem bírtam lelkileg. Aztán megismerkedtem egy nagy szerelmemmel, aztán megszületett a fiam. Akkor repülős volt. És uh, szakítottunk. Minden kellett neki, csak gyerek nem. <laughs> Úgyhogy viszont én meg nem akartam megölni a gyerekemet és aztán megszületett a gyerek, és meg lett keresztelve ezt a Dirimnek a felesége, szóval minden elintézett, meg lett keresztelve, és akkor hat hónapig lehettem a gyerekkel, de nem volt hova vinni. És ő ott maradt. Aztán a Diri mért egy levelet, hogy szüleim, nagyszüleim, mindenki Pesten laknak, és hogy visszamegyek Pestre állami gondozásból. És anyám nem vett oda, csak addig, amíg elhelyezkedek dolgozni. És hiába ment el az ember reggel a izé munka közvetítőbe, ideiglen és személyigazolványjal. Nem helyeztek el. És akkor havatányit takarítani, vagy éppen amit tudtam, csináltam. Mostam egy helyen, amikor rosszul lettem. Mondták nekem, hogy sárga vagyok, de <laughs> hát kifigyelt oda, meg az embernek nem volt orvosi papírja. Nem tudtam, hogy mi bajom van, de ő ő belém tukmált egy fél decit. Hogy hát, ha jobban leszek. Na most, amikor befejeztem a munkát, arra már nem volt idő, hogy kifizessem, mert megér rosszul lettem. És akkor elkísért az orvosi rendelőjébe, ahol ő, ahol ő volt, a Kálvária térre. És amikor bementünk, azt mondja az orvos, Ránéz, fiacskám meg a hepatitises. És már is elkülönített, mentővel vittek be, de már, hát megmondta később az orvosom, hogy az osztályos orvos, hogyha két nappal később visznek be az epe festék eléri az agyamat és bekomálok. Hát itt voltam egész nyáron. Még nem jelent meg a 16 pont, amikor már a rádiónál, végső vitető a rádióna már ölik a fiatalokat. És akkor oda mentem. És így ott maradtam. És különös, hogy amikor 91-ben, 90 90-ben csinálták a filmet, akkor mondták, hogy menjünk vissza oda, ahonnan elindultam. És a Lévai Oszkár utca 23 ban laktam. Nincsenek véletlenek. És, és keresem a házat, és nincs. Foki. És kérdezem valakitől, aki arra jött, hogy itt lakik ebbe az utcába? Azt mondja, igen. Mondom, hol van a 23-as számú ház, nem tudja? Azt mondja, 56-ban teri találatot kapott. Akkor lemerevettem egy pillanatra. És úgy végigfutott rajtam. Ha nem megyek a forradalomba, itt halok meg haszontalanul. Hm? különös. Aztán a rádiónál rengetegen voltak. Arra nagyon jól emlékszem, hogy a Szent utca, ami keresztezi a Bródit, ott többször ment el mentőautó. őt ment és akkor feltűnt már, hogy túl sokat megy ez a mentőautó, és akkor leállították a mentőautót, és fehér köppenybe az avh ruha fölött hordták be hátul a rádióba a fegyvereket. És a rádióból már rendesen lőttek. Aztán fölmentünk az egyik háznál, a Krudi ház volt. A háztetőn volt két srác, fölmáztam a háztetőre, és nekik már volt gitárjuk, és akkor mondták, hogy akkor töltögessem a gitárt. És akkor ugye 71 megy bele, kémény mögé ültem, és én töltögettem a gitárt. És akkor az egyiknek, hol a másiknak, innen tartották tűz alatt a rádiót. És nagyon érdekes, hogy itthon senki nem jelentkezett azért, hogy, hogy ő volt. Viszont 94-ben meghittak Svájcba öt városba. Baden, Baden, Genf, Lugano és Üzé, Bern. És akkor Genbe voltam, és akkor egy beszélgettünk uh, Bucsú vacsoránál, és azt mondja nekem, az egyik tag, a Bencédi Pali, azt mondja, hogy azt mondja, azt tudod, hogy mi 56-ban még a háztetőn is járkáltunk. Mondom, nagy dolog, én is járkáltam. Azt mondja, de mi már a rádiónál. Mondom, hol? Azt mondja, a Bródi Sándor utcába. Egy egyemeletes áll. Mondom, és ketten voltatok. Igen, meg volt egy nő is, aki töltögette a tárat. Mondom, akkor az egyik te vagy. Ugye? Akinek töltögettem a tárat. És ezt az egy embert igazoltam büntetőjogi felelősségem tudatába. Hogy 56-os volt. Amikor gimibe jártam, akkor a, az MHS-be a 48 mintájú hadipuskát, azt tanfolyamon tanultuk szétszedni, összerakni, körtlőni vele. Úgyhogy amikor a rádiót bevettük másnap reggel, hajnalba, akkor én 48 mintájú haripuskát vettem magamhoz. Itt hallgattam meg a rádióba a pagodába, a nagyimre beszédét, és itt hallottam a két fülemmel a statárium kihirdetését két óráig, aki leteszi a fegyvert. Egyébként a rádió az úgy nézett ki, mint egy rendetlen fegyvergyár, tele fegyverekkel az udvar, és innen csak az nem szerelte föl magát, aki nem akarta. Úgyhogy én még emlékszem rá, hogy már akartam kimenni a Korvin köz felé, mert hallottuk, hogy a Korvin közné felkelő csoport van. Amikor mi ki akartunk lépni a körútra, akkor Láttuk, hogy a körút és az ulői út két tank És akkor csak kinéztünk. És azt láttuk, hogy a korin közből jön ki egy srác. Nem tudtuk, hogy mi van a kezébe, de oda ment a tank mögé, és ott, ott gyújtotta meg, és ott dobta rá. És már csak azon uh, szorítottunk, hogy sikerüljön neki visszamenni. És visszament és akkor a másik az elkezdett forgolódni, és elment ez a tank, ez, ez kigyulladt. Hát nem volt napi rutin, mindig oda mentünk, ahol lövöldözés volt. Igazán akkor még nem volt parancsnok, elfogadott, az Iván Kovács volt akkor a Izé Korvin közben. Tehát nem volt parancsnok, hogy csak a tapasztaltakra hallgattak a fiatalok. És kimentünk a tizedik kerületbe és soha nem felejtem el, egy nagy darab főtörzsőmester volt, aki fogadott bennünket, és amikor kértük a fegyvereket, akkor azt mondja, lecsatolta az Antán szíját, jaj, drága gyerekeim, csak hogy megszabadítotok bennünket a szolgálattól. Így, így történt, és bevittük a fegyvereket a izébe. Práter utca, Vajda Unyar utca, és el lett osztva. Ez a rendőr ott volt a tárgyalásomon. Ugyanezt vallotta. Se többet, se kevesebbet nem. És ezért becsülöm is. Nem akart érdemeket szerezni magának. Így gondolom. Nem volt időnk félni. Egy helyen voltunk a Naputca és a Vajda utca sarkán. Ott két tankot akartunk kidobni. És akkor bementünk a sarki lakásba, aminek egy sarokra volt az ablaka. És kinéztünk, és hogy betérosszuk, hogy hogy kellene. Igen, de itt kiderült, hogy egy AVH nagy lakásában vagyunk. És nem volt otthon senki, és akkor a fiúk elkezdtek az iratok költ. Csomó iratot elvittek, ez biztos. A Kati talált egy kis pisztolyt, valamelyik srác utána megtalálta a kiló lőszert hozzá, úgyhogy. És akkor ezeket mind elvittük. De. Azt nem hitték el, amit mi mondtunk. De azt, hogy van olyan öt jegyzőkönyv a csomagomba, hogy én november 4-én délután a cipő KTS-be tetőn keresztül bementünk, és száz pár cipőt hoztam el, aztán másnap visszamentünk, ez már aztán kőkemény hazugság. Ugyanis november 4-én reggel megsebesültem, és én már rég a kórházban voltam. Én még kimentem Bécsbe, a Moson Szent Jánosnál mentünk át, és akkor Szalma Kazal mögül elelépett két őr, és mondta, hogy ezen az uton végig megyünk egy kilométer, és ott a kultúrházba. Fölszereltek, bennünket úgy nagyjából, és délutánra jöttek buszok, és vittek be bennünket Bécsbe. Ilyen prospektusokat adtak be, hogy hova lehet regisztrálni, és hogy milyen, milyen államformája, milyen nyelv, stb. Szóval minden leírva, és lehetett választani, hogy ki hova megy. De lehet bemenni az icem az egy kerületbe, és ott pedig személyesen regisztrálni. És én bementem oda. És minket már itt felszereltek, ekkora ilyen szürke papírt kaptunk, ami a személyigazolványt helyettesítette, ebben mehettünk a villamoson ingyen, meg, meg meg egy ilyen hosszú sárga lapot, amire fölszereltek bennünket. És én akkor nagyon hosszú sorok voltak, és tejátoztottak. Tél volt, már hideg volt, már, de azért álltunk ott sorba, és aki végzett, az pedig volt ott egy étterem, ahol megebédelhetett. De én Ausztráliába regisztráltattam magam. Hm? Úgyhogy aztán végül se ez nem lett, se az nem lett, hanem hazajöttünk. Azt kőkeményen megmondta a nyomozó, hogy minden, mindenkit az orosz halottakért, akár csinálta, akár nem, szépen ráosztották a csoportokra. Az se baj, ha orosz lőtte le az orosz a szuezi csatorna tudatában, de ez a mi sarunk volt mind. Mikor lezárta a jegyzőkönyvet, akkor azt mondta, hogy nézze, vitner ez így, ahogy van, öt év. És akkor úgy, végig gondoltam magamban, mondom őt, hát akkor 25 éves leszek, ha kijövök, mondom, még mindig tudok kezdeni valamit az életemmel, így magamban végfutottam. Igen, csak hogy pontosan októberben megjelent a Népszabadság, és a Népszabadságban ott volt a nyomozó asztalán, és én tükörben nagyon jól tudtam olvasni, mert gyerekkoromban ezt csináltuk, mindent, amit lehetett, és akkor alá volt írva, hogy Wittner Mária kisasszony, az egykori zárdani vendég a prostituált. Fű. És amikor én ezt megláttam, egyszerűen felcsattantam, és mondtam, hogy kikérem magamnak, nem vagyok prostituált, mert az, hogy gyerekem van, az nem jelenti azt, hogy prostituált vagyok, de különben meg maguk mondták, hogy asszonynak kötelesség, lánynak dicsőség. Hát képzelje, én a dicsőséget választottam. Amikor a síralomházba voltam, hát nyolc hónapig ott voltam. Aztán először elvitték mellőlünk a Márton Erzsit. Ő maradt. Utána novemberbe vitték a, a Salabert Erzsébetet, a Bakos Gyulánét. Neki már előtte örökbe adták a lányát, mielőtt kivégezték. Szóval egyértelmű volt, aznap hetet akasztottak. És ott maradtunk ketten a Katival még december, január, február végén volt a másodfok. És egy íratlan szabály azért volt, hogyha valakit kivittek akasztani, akkor mikor kivitték előtte, bemondta a nevét és üzenetet hagyott. És kiki megfelelően. Volt, aki a himnuszt énekelte, volt, aki bosszuljatok meg volt, aki a hazáját éltette, szóval em, kinek milyen vérmérséklete volt. Ez lelkileg, ez egy nagyon nehéz pillanat volt, mert ez egyben figyelmeztetett arra, hogy egyszer mi is sorra következünk, és hogy ezt az utat nekünk is végig kell járni. Amikor meg Kati-val átbeszélgettük az éjszakát, aztán reggel el Köszöntünk egymástól. Ez volt az utolsó búcsú, ami, amit soha nem felejtek el, mert előttem van a Katinak az arca, nem is az arca, a fejtartása, ahogy kivitték közre fogva. Aztán becsapódott az ajtó. És valami olyan sértő hangja volt, hogy, hogy egyszerűen nekiestem az ajtónak, és elkezdtem verni, hogy ne vigyék el hozzák vissza. És tudtam az, hogy nem fogják visszahozni. De mégis. Akkor megfogadtam, és megesküdtem. Hogyha valaha az életbe módom lesz rá, én nem fogok hallgatni. És ki tudja? Ki tudja, hogy miért én maradtam életben, nem tudom. Nem tudom, néha azt mondtam, bár végezték volna ki, mert, mert az. Csak egy tíz percig kell az embernek tartani még magát, és akkor megszűnik minden. És akkor már nincs gond. Nincs probléma. Túl vagyok mindenen. És ezért lett a könyvemnek a címe az, hogy azt mondtam, hogy igazán életre ítéltek. Életre ítéltek, mert életem végéig vinni kell ezt a keresztet. És nem tehetem le, és nem is akarom letenni. Ez egy nehéz kereszt. Ez. Sokan nehezebb feldolgozni még az életbe maradást is. De bele kell, hogy nyugodjon az ember, mert mert valakinek kell, hogy beszéljen róluk. Ők már nem beszélhetnek. Ők már a lecsupaszított koponya. Az van a Földbe. A lélek elszállt, de nekünk, nekünk kell elmondani azt, ami az ő igazságuk, mert ha mi nem tesszük, ki mondja el, honnan tudja meg a következő nemzedék, hogy mi történt abból a hazuk történelemből, amit azóta megírtak, mert a történelmet mindig a győztesek írják, a saját szájuk íze szerint. És soha nem azok írják, akik részt vettek benne. Még ott voltam akkor is, amikor a Mansfeld Péter takasztották, mert március végén vittek át a gyűjtőbe, és akkor történt egy dolog. Kikérték a vizes kannát neki kellett adni a vizes kannát, friss vizet adtak. Én olvastam, hogy mi volt az arcomon, nem tudom. Könyv hatása, gondolom. És a fegyőrt egy megjegyzést. És csak néztem, és abban a pillanatban fű, megfordult a világ. Fölugrottam a ágy tetejére, és az összes ablakot kivertem. Itt vannak a nyomai. Az összes ablakot kivertem. Úgyhogy amikor visszajött a smasszer, akkor már folyt a vér a kezemből, és akkor kivittek a körletirodába, és hívták a raborvost, bekötötte a kezemet, és én elkezdtem üvölteni, vigyenek vissza a kis fokházba. És üvöltöztem, hogy vigyenek vissza a kis fokházba. Én nem akarok itt maradni, én vissza akarok menni a kis fokházba. És ezt üvöltöztem, amikor bekötötték a kezemet, akkor vittek, és én én csak üvöltöztem, hogy én vissza akarok menni, ezt üvöltöztem egyfolytában, de hogy aztán, akkor szerintem, mikor már odaértünk, akkor már nem is tudom, nem tudom. Már nem tudtam semmit. És akkor megszűnt minden. Aztán, amikor eszméletre tértem, akkor láttam, hogy ugyanabba a vagyok, ahol voltam a Katival utoljára. És akkor körülnéztem Bambán, és nem tudtam, hogy mi van. És akkor, amikor bejött a fegyőr, mondom a fegyőrnek, hogy engem már innen egyszer elvittek, mit keresek itt. Azt mondja, maga akart visszajönni. Mondom, tényleg? Mondom, és mióta vagyok itt? Azt mondja, két hete. Mondom, és mit csináltam két hétig? Azt mondja, altatták. És ezt. Még ma se tudom, hogy mi történt. És nem merem előhivatni. Elég sok fegyelmém volt. Sokat megjártam a szigorítottat. E, nem csak magam miatt, mert amikor voltunk a börtönbe um, forgatni, akkor mondja a börtönparancsnok, hogy és szóval a tót, nevelőt? Mondom, hogy ne. Mondom, tanárember volt. Mondom, normális. Mondom, le is buktatták, elhelyezték, mert nem turkálta össze a csomagokat. Ez mindig van jó akaró. Úgyhogy, szóval az emberi olyaság az itt is előfordult elég nagy mértékben. De hát ez mindenütt találkozik az ember ilyen alakokkal. És engem is be akartak szervezni, még a Markóba, előzetesbe, amikor lebuktam egy levéllel, és aztán levittek az operatívhoz, és akkor, mikor leültettek, ott volt egy papír. Egy ilyen beszervező papír. <laughs> Írjam alá. És akkor elkezdem olvasni. És akkor. Tulajdonképpen az egész arról szól, hogy beszervezés. És ha bárkinek beszélek róla, akkor ilyen és ilyen paragrafus alapján államtitok megsértésére 5 éve. És akkor gondolkodtam, pörgött az agyam, mondom, még, még el se vagyok kitérve már van öt évem. És akkor eltoltam, mondom, és mi van, ha nem írom alá? Néze, Vittner, maga még tárgyalás előtt van. Mondom, ezt tudom, ha nem mondja is. Jött a fűzőcske, tudjuk maga sok mindennek a kutforrása. És, és, jött a duma, a nagy duma. Én meg elkezdtem gondolkodni. És akkor, mikor várták a választ, akkor mondtam, hogy két dolog miatt nem írhatom alá. Egy, ugyanis gyerekkoromban én mindig azt tanultam, hogy a bizalommal visszaélni a legcsúnyább dolog. A másik pedig, hogy itt vagyunk egy zárkába, együtt eszük a rapkenyeret, reggeltől estig, estétől meg reggelig. Mondom, és akkor, ha valakit, ha lejövök magukhoz, és valakinek itt elvágom a torkát, akkor föl kell mennem, és úgy kell a szemébe nézni, mintha mi sem történt volna. És ez nekem nem megy. És kaptam húsz nap szigorítottat. Hát egy paprics, a fejfa is fából volt, kicsit emelkedett és akkor volt egy pokrot, és egyik nap adtak kenyeret, meg vizet, a másik nap megadtak fél adag kaját. A mizárkánk mellett volt a szigorított a radiátor, volt a telefonunk, és akkor szólt a telefon, és mondja a Krimko Ági, hogy helyes vagy. Hát, mondom, kopog a szemem. Azt szóval kaptam csomagot, majd küldök át figyeltem a smasszert, hogy mikor tűnik fel a sapkája, és akkor mondom a Áginak, hogy na most, és akkor lóbálja. Én meg hamar bekaptam, a fegyőr megfordult, és szóval mondom neki, leugrottam, mondom, figyel, minden tagad fel fognak jönni. És akkor körülnéztem, hogy ebbe az üres zárkába hova tudom eldugni. A lehúzó, a WC lehúzó, a tartály, az egyből megnézik. És akkor, hát ott volt a fölmosorony, <laughs> a WC mellett, leraktam szépen a kolbász, és úgy rázuant a fölmosorony, és aztán egyszer csak jönnek. Mi van, Wittner, mit vett át? Mondom én, semmit. Nem mondja, mert láttam. Mondom, akkor magának káprázott a szeme. Mert nem vettem át semmit. És elkezdték rögtön a izéja. <laughs> a víztartályt. Aztán for, hát mit lehetett fölforgatni? Semmit nem találtak. Én meg nem mertem a vécére nézni. Csak néztem a mennyezetet. Kihívóan. És amikor kimentek, szerencséje vitne. Hát mondom, persze. A fiam mielőtt bejöttem, Székesfehérváron volt. Egy csecsemő otthonban, ott látogattam meg. És az Ágival beszélgettünk, Klimko Ágival, bent a börtönbe. És az Ági megígérte, hogy fölveti a kapcsolatot a Dirimmel, Patkossal. És fölvették és megkeresték a gyerekemet, és megtalálták. Zalába. Már akkor ott volt. És akkor a dirim oda vette magához. És írtam neki egy levelet, hogy még mielőtt felakasztanak, szeretném látni a gyereket. És behozták. Pénteki nap volt. Péntek 13. Ezt leellenőriztem az örök naptárba. És még arra is emlékszem, hogy valami gombóc volt ebédre, amikor kiszólítottak. És a Dirim, aki bár pártag volt, és nem lehetett, ilyen állásban nem lehetett, de ember maradt. Nekem az a véleményem, hogy nem törvényszerű az, hogyha valaki pártag, hogy embertelen is legyen. És ő a nagybetűs ember volt. Majd egyszer csak beadják az újságokat és a heti híradót, amit az igazságügyminisztérium lapja volt, ezt, ezt meg lehetett venni, el lehetett olvasni, de ki nem lehetett vinni. Hm. És akkor, és az amnestia megjelenik benne. És nézem, B BTK, félredobtam, ez nem az enyém. És akkor Na, dolgoztam tovább, jön a parancsnok, a helyettes, meg a főnevelőnő. Vigyorogva, főnevelőnő. Na, Wittner, mondom, ez nem vonatkozik ránk. Ez BTK. Rám a BH ő vonatkozik. Hm? A 63-as vonatkozott mosolygott, aztán mondom, hát ezt a kis időt már kibírom. Én a főnevelőnő szólt, hogy a parancsnokiba vette új bútorokat, hogy tudja, hogy szeretek kézi munkázni. És akkor itt horgoltunk. Terítőt, nippeket, nagy terítőt, mindenféle. Amikor elfogyott a fonal, akkor lementünk, azt kértünk fonalat. És akkor egy ilyen alkalommal, mondja nekem a főnevelőnő, Na, vitné de egy fél év múlva. belenyugorodt már az amnesziába. Mondom, nem. Egyébként mondom, eltettem az amnestia rendeletet, mint a magyar kormányunk legnagyobb hazugságát. És amikor ez elhangzott, rávert az asztalra, azt mondja, Wittner, ha még egyszer ilyet mond, én úgy bíróságra vágatom magát, hogy beleteketedik. Mondom, köszönöm. És akkor, de, de az volt a döbbenetes, hogy előtte már engem bíróságra adtak, mert, mert az egyik smoszernak azt mondtam, hogy hazudik és feljelentettek a bíróságon. És akkor azt mondja nekem az ügyész a kihallgatáson, Wittner, miért nem azt mondta, hogy nincs igaza? Miért az, hogy hazudik? Hát mondom, nem, nem mindegy, hogy hogy mondom. Az egyiket sztaniolba csomagolom, de a lényeg ugyanaz. Hm? És akkor elkerültem a bíróságra, és kérdezi a bíró a ítéletet. Nacionálét, a nevet, anyja neve, stb. Ítélet, Mondom, életfogyt. Meghökken a bíró, és akkor néz tanác, tanács talanul. És mit tudok adni az életfogytra? Semmit. És visszaküldtek a házba büntetése. De leültem én nagyon sok szigorítottat. Igaz, hogy 45 kilóval jöttem ki a börtönből, de 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 akkor se törtem meg. Azt én ültem le, én bírtam ki. Viszont a szigorítotton, hogy eltöltsem az időmet, vagy csasztuskát költögettem. Egy nap a börtönbe. Nagyon sajnálom, hogy akkor még nem tudtam leírni, mert ez egy érdekes esztrádműsor volt. Vagy pedig... A kenyérnek csak a héját tettem meg, mert a kenyér beléből formáztam és szobrázkodtam. A bélyeg az mindig ott volt. A, a bélyegtől soha nem szabadultam. A megalázásoknak a legmélyebb fokozatát is. De, de lementem szolnokra. És a dirim az nagyon sokat segített, a patkos. A, még akkor a feleségeért ő szerzett nekem másodállást kötősnél, hogy tudjam szedni magam. Az emberséget az soha nem lehet megfizetni pénzzel. Akármennyi pénzt adhat. Az emberséget megfizetni nem lehet. Az emberséget csak viszonozni lehet. Emberséggel. És e, én ilyen emberekkel voltam kapcsolatban. Tehát e, talán azért volt e, túlélhető a börtön. Mert mert én mégiscsak egy szerencsés ember voltam. Hogy hogy ilyen emberek vettek pártfogás alá, nyugodtan mondhatom. Vagy hogy ilyenekkel ajándékozott meg a jó Isten, mert ez sem mindegy. Én tudtam azt, hogy én megrögzött ellenforradalmárként vagyok számon tartva, és én nem akartam senkinek bajt. Közben férhez mentem, megszületett a gyerekem, szóval neveltem a munkahelyem meg a lakásom között. Ez sehol. Szolnokom már akkor megtörtént az, hogy éjszaka bejött egy nyomozó az albérletembe. Előzetes bejelentés nélkül éjszaka. Kinek írtam levelet, merre jártam, hogy, minden, mindent felolvasott. És majd menjek be holnap a Patkoshoz, az intézetbe, és majd még beszélgetünk tovább. És akkor másnap bementem, és mondom a Dirimnek, hogy mi volt. És most ide fog jönni. És akkor áttelefonált annak a nyomozónak, aki akihez én tartoztam. Nekem nem kellett jelentkezgetni a rendőrségen. Nem, ezt a Dirim elintézte. Együtt járt vele, Izé iskolába. Na szóval ezért mondta ő, hogy szólnokra menjek. És ez tényleg megtörtént. És másnap kimentek a háziasszonyomhoz, hogy ki volt ez az ember. Tök részegen jött be éjszaka. Mit akart tőlem? Úgyhogy ezt a palit meg utána jártak, és leszerelték. Mert törvénytelenül jött be, én tudtam azt, hogy nem jöhet be. Én szeretem az embereket sok felé járok, de előrásokat tartok. Mert valom azt, hogy az ember nem dughatja bele a fejét a homokba. Én egyedül a jó Istentől félek. Illetve félem. Nem félek, hanem félem, és az nagy különbség. És akkor megjelent, hogy Akit temettetni akarja a halottakat, halottait, az hol jelentkezzen. Jön a válasz, pontokba szedve, melyik bíróítélt, hányan voltunk, hány halálosítélet, milyen ítéletek, stb. És én ezt így szépen mind végig megválaszoltam. És hogy szeretném temettetni a Bélánét, mert neki nincs senki. Amikor összehívtak bennünket, az a Korvintéren volt, a főutcán, ott hittak össze bennünket a temetéssel kapcsolatban. <kül> Akkor megkérdeztem, hogy a Kottesrős József és a Nagy József, a Monori Nagy József, Kiné van felírva, jelentkeztek-e a családjuk? És mondták, hogy senkinél nem volt felírva. Mondom, akkor őket is szeretném temettetni. És ez annyit jelentett, hogy én akkor megkaptam mindegyiknek a papírját, hogy ki hol van eltemetve. Én azt hiszem, hogy ez kijárt nekik. Mindegyikhez írtam egy verset is, hogy a nevük maradjon fönn. Ott voltam az újra temetésen, ott voltam. Engem az Orbán Viktor beszéde fogott meg, azért nem az én erőm van most kormányon, mert volt idő, amikor nem szerettem, hanem egyszerűen Ruszkik haza, fő. És ez volt a mi elszavunk 56-ba. És akkor 33 év után kimondja egy fiatalember, hogy menjenek haza. Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. És én otthon újongtam. Én emlékszem rá, amikor a Brezsyev meghalt. Én Kánkán -kán szerettem volna járni, örömömbe. Viszont volt, aki három napig síratta. Hmm. Ma a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat, az élőket, a holtakat, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. 89. október 23-án a parlament előtt beszéltünk mi az áldozatok. Az a döbbenetes, hogy életemben akkor beszéltem először, ekkora nyilvánosság előtt, és így egybe volt a gyomrom, és, és úgy remegett a gyomrom, és, és én mindig biztatgattam magam, hogy de el kell mondanom, el kell mondanom a kivégzettek nevébe, a, a diszidáltak nevébe, a hazátlanok nevébe, el kell mondanom a börtönviseltek nevébe, és, és így, így erősítgettem magam. És, és amikor megláttam a nagy tömeget, a fáklyákkal bejönni, és és az valami olyan hatással volt rám, hogy egyszerűen, mint a háborgott tengere olajat öntenek, egyszerűen elsimult a gyomrom, a gyomrom, és azt mondtam, hogy most már el tudom mondani, köszönöm. És ugyanez az izgalom volt bennem, amikor felkértek, hogy most már a parlamentbe parlamentben mondom el, és amikor lejöttem azt a mondatot, hogy, és most megidézem az áldozatokat, az élőket és holtakat, hogy együtt vádoljuk a. együtt vádoljuk a hóhérainkat, és akkor mondom, hogy. De még itt ez nem teljesen mondat. Mondom, hogy ez egy jó sikerült mondat, mondom, és akkor hogyan tovább. És akkor mondom, na akkor vádoljunk tovább. Legyen belőle egy vádirat. Mi is kaptunk. Vádolnak az élők, és vádolnak a meggyilkolt halottak. És vádoljuk őket, mert hitünkben megcsaltak, megloptak. Ezért megállapítom az áldozatok nevében, Soha nem lesznek képesek arra, hogy magyar politikusként egy nemzet felemelkedése érdekében cselekedjenek. Itt teszem fel a kérdést. Milyen morál alapján ülnek egy magyar parlamentben még most is, és alkotnak törvényeket egy általuk tönkretett, kifosztott, megalázott nemzet számára? És akkor a végén, amikor felsoroltam, akkor mondom, akkor jöjjön az ítélet. És akkor mondtam ki a Szent Korona, és a magyar nemzet nevében, erkölcsi hullák vagytok. A Szent Korona tana, és a magyar nemzet nevében erkölcsi hullává nyilvánítom őket. Köszönöm szépen. éreztem, hogy ki kell mondani az igazat. Semmi más nem. Ki kell mondani az igazat, és én nem szeretem, ha valaki kertel. De ezt az igazságot valakinek ki kellett mondani.